A hipertónia, azaz a magas vérnyomás a legelterjedtebb szívérrendszeri betegség. Az elmúlt években már nem csak az idősebb korosztálynál, hanem a fiatalok körében is egyre gyakrabban megjelenik. A fiatal életkor ez esetben nem csak 18 éves korig tart, vannak érett serdülőkorúak és nehezen érő fiatal felnőttek is, így akár egy 30 éves is a fiatalok közé tartozik, ennek megfelelően pedig változik a magas vérnyomás kialakulásának oka. A hipertóniának lehet elsődleges vagy másodlagos kiváltója is. Erről dr. Molnár László beszélt 35 perc című műsorunkban. Nyilván egy 14 éves korig lévő magas vérnyomás betegségnél mindig keresni kell a magas vérnyomásnak az okát. Az igazából egy jelenség, egy tünet nevezhetjük így is, aminek a háttérében valamilyen egyéb más ok húzódik meg. 14 és 18 éves kor között már igazából a multifaktoriális tényezők, tehát maga a családból hozott genetika, illetve a környezeti tényezők, amik szerepet kapnak ezen korkép kialakulásában, és 18 éves kor fölött pedig ténylegesen mondhatjuk azt, hogy ez egy primer folyamat, tehát a családi anamnézis, a környezeti ágensek, amik ugye szerepet kaphatnak, de nyilván a szekunder okot, tehát a másodlagos tényezőket mindig keresni kell, nem mondhatunk ki egy primer hipertóniát csak úgy diagnosztikus kritériumok nélkül. Ha a betegnél nem mutatta ki más kiváltó tényezőt a vizsgálatok, akkor primer, azaz elsődleges hipertóniáról beszélhetünk. Ebben az esetben a szövődményekkel együtt végigkíséri a beteg életét a magas vérnyomás probléma. Ha viszont a páciensnek egy másik betegségből adódóan magas a vérnyomása, akkor az elsődleges betegség kezelésével ez a probléma is megszüntethető. Itt azonban nagy az esélye annak, hogy idősebb korban újra megjelenik a magas vérnyomás. A jó hír azonban, hogy a betegség megelőzhető. Igazából pont ez az a betegség, aminek a primer típusa megelőzhető lenne. Tehát itt, mint amit egyébként a média egyre inkább mond, és ennek most már jogalapja is van, tehát a mediterrán típusú diétának a folytatása, hal, zöldség, gyümölcs, bőséges fogyasztása, rendszeres testedzés, testsúlycsökkentés, sószegény diéta, ezek mind-mind olyan tényezők, amivel ez a korkép elkerülhető, vagy maga a korképnek a megjelenése elnyújthatóvá válik. Arra hajlamos egyénben nyilván kialakulhat valamikor az életkör előrehaladtával, de ez megelőzhető ezen szabályoknak a betartásával. Molnár László arról is beszélt, hogy saját tapasztalatai szerint sok új páciens nem próbálja ezeket a rizikófaktorokat csökkenteni, így rövid időn belül a felírt napi egy szem gyógyszer, napi 2-3 vagy akár 4 szemmé válhat. Az életkor előre haladtával pedig egyre jobban kimerítik a gyógyszeres terápia tárházát.